Az első, amelyiknek átadom a szót, dr. Bajzik Éva alapította a pocak kampánynak a bemutatója, egy alkalommal már Nagy Viktortól is hallottuk, de Éva pedig a szakmai szempontokra fogja most ki a hangsúlyt helyezni, és őt követi Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert igazgatója. Maradjatok velünk, köszönjük szépen, parancsoljál, Évi! Üdvözlök mindenkit! Dr. Bajzik Éva vagyok, a Fontanus Módszertani Kutató és Oktatóintézettől, és itt dolgozom, illetve orvosként is praktizálok, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos vagyok és manuálterapeuta. És Viktorékkal 2017-ben kezdtünk el a pocakkal dolgozni. Ez ugye a szétnyílt hasizom probléma körét mutatja be. És mutatnék nektek néhány dolgot erről, meg egy kicsit inkább ugye az orvosi hátteréről. Egy pillanat. Ha minden igaz, akkor most látjátok a képernyőt. Hát így néz ki egy szétnyílt hasizom, illetve egy... Most esetleg? Nem. Még nem? Akkor egy pillanat. Mindjárt megnézem, hogy mi nem stimmelhet itt. Valószínűleg a zoomon belül tudod beállítani. És talán most. Igen. Igen. Akkor most megvan. Szóval így néz ki egy egészséges, meg így néz ki egy szétnyílt hasizom. Mi a szétnyílt hasizom problémaköre? Ugye mi anyukákat céloztunk meg, mert nagyon sok anyukának, tulajdonképpen minden szült nő körülbelül kétharmadát érinti ez az egész dolog. Az egyenes hasizmok ugye egy ilyen szép kettős sort képeznek, hogyha a strandon valakinek ilyet látunk, akkor ez nagyon fel tudja kelteni az érdeklődésünket, akár férfi, akár nő az illető. Viszont, hogyha arról van szó, hogy valaki terhes lesz, akkor ugye elkezd nőni belül a hasüri nyomás, nő a baba, és elkezdenek az izmok széltében megnyúlni. Hogyha az izmok már nem tudnak tovább nyúlni, akkor a közöttük levő középső inas lemez is szétnyúlik. Ezzel az a baj, hogy ez utána már nem fog összehúzódni, hanem ez így marad. Ezzel az fog kialakulni, hogy a hasüri nyomás az változó lesz, a hasfal instabil lesz. Miért baj ez? Azért, mert a hasfalunk egészsége az tulajdonképpen az egészségünknek az egyik kulcsa. Ezt nagyon-nagyon kevesen tudják, viszont egy egészséges, jól működő hasfal, ami tartja a hasüri nyomást, ez nagyon-nagyon sok problémát meg tud előzni. Például nem lesz emésztési problémánk, nem alakul ki. Például derékfájás, ami a terhesség után és a terhesség vége felé azért nagyon sok nőt érint, illetve például a magas vérnyomás betegségnek egy kiváltó oka lehet, hogyha ez a hasüri nyomás megnő, és a hasfal teljesen instabillá válik. Nézzük meg, hogy néz ki egy hasfal. A hasizmokat, azokat mindenki a kockákban ki szoktam meríteni, hogy így abból áll, de tulajdonképpen ez egy három rétegből álló dolog, és a legfontosabb réteg az legbelül van, ami így sárgával van jelölve, ugye a haránt hasizom. Ezt most, ahogy mindenki ül a képernyő alatt, nagyon egyszerűen be tudjuk tesztelni. A kamera takarásában mindenki egy picit megérinti a hasfalát a kezével, a köldöke alatt, és megpróbálja behúzni a hasát. Ha ez sikerül, akkor a haránt hasizom teljesen jól működik, és ez tulajdonképpen a kulcsa annak, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani, ugye ezt a szétnyílt hasizom problémát. Ha valaki közületek esetleg szült már, vagy felesége szült, vagy ismerőse, akkor tudja, hogy szülés után közvetlenül ez a mozgás ez egyáltalán nem megy, a hasizomnak a behúzása, a hasnak a behúzása. Ezt tulajdonképpen újra kell tanítani a szervezetnek. Úgyhogy most meg el is mondtam nektek a pocak első alapgyakorlatát.
ezt most így megkaptátok mindannyian, meg kell tanulni behúzni a hasat. Ha ez valakinek nem megy, akkor biztos, hogy valamilyen olyan problémája van, vagy ki fog alakulni, ami ugye az instabil hasfalnak a következménye, többek között, amiket elmondtam. Az, hogy szétnyílt-e valakinek a hasizma, az egy nagyon-nagyon egyszerűen tesztelhető dolog. A Pocoknak a honlapján van egy nagyon egyszerű, rövid videó erről, hogy ezt hogy lehet megvizsgálni saját magának, mindenkinek otthon, akár egy-két perc alatt. És egyébként ezzel lehet mit kezdeni. Alapvetően az anyukáknál és mindenkinél a szétnyílt hasizom az egy esztétikai probléma szokott lenni, mert körülbelül ezt úgy élik meg az anyukák, hogy még mindig terhesnek nézek ki, bár már megszültem a babát, és mindenki kérdezgeti tőlem, hogy jön a következő, pedig nem. Hanem a szétnyílt hasizomnak van egy ilyen képe, kinek milyen mértékű ez a dolog, viszont ezzel lehet mit csinálni, és ez nem föltétlenül egy műtétet igénylő dolog, hanem egyszerűen dolgozni kell vele, és tornázni kell vele. Tudok mutatni egy nagyon jó példát, ő Mesi, ő a videó alanyunk, aki a Pocaknak a videóiban szerepel. Ő egy gyógytornász kolléganő, az első képen 2 héttel a szülés után látható, és Mesivel így is dolgoztunk, hogy minden héten megkapta az első gyakorlatot, azt gyakorolta otthon, és a következő héten megnéztük, hogy hogy áll, mennyire tudja megcsinálni az előző heti gyakorlatot, és úgy haladtunk vele végig. A második képen ő összesen 10 héttel a szülés után látható, ami azt jelenti, hogy 8 hét alatt ennyi eredményt tudtunk vele elérni, és 8 hét alatt neki teljesen záródott a hasizma, stabillá vált a hasfala, azóta egyéb edzést folytat, úgyhogy őt már ez a probléma nem érinti. És akkor itt van a Pocak, mint alkalmazás, hogy ez hogy néz ki. Ugye azzal a problémával is számolni kell anyukáknál, hogy nem nagyon érnek rá. Sokan, akik első gyereket várják, azok így tervezgetnek, hogy ó, hát majd akkor gyereket leteszem aludni, gond nélkül fogok tudni edzeni, és majd beillesztem az életembe, aztán utána ez nagyon gyorsan föl szokott borulni ez az elgondolás. Az anyukáknak baba mellett percei vannak, tehát nem tudok számolni egy olyan edzés programra, ami akár 20 percig, akár fél óráig tart, amit rendszeresen kell csinálni, amire rá kell készülni, hanem gyakorlatilag mindig csak a következő lépcsőfokot tudom elé tenni. És így van felépítve a Pocak, pofon egyszerű, nagyon egyszerűen lekövethető lépcsőfokokból, amit szépen be is tud gyakorolni az anyuka, és hogyha már megy neki az előző lépcsőfok, akkor tud a következőre lépni, és nem kell foglalkozni a többivel, nem kell foglalkozni azzal, hogy akkor most az 5. lépcsőfok hogy néz ki, és hogy azt én még nem tudom megcsinálni, egyszerre egy lépcső. És tulajdonképpen ez az, amit egy alkalmazásba illesztettünk be. Én ezt offline módon teszteltem ki anyukákkal, nyilván valami rehabilitációs orvosként, ahogy megkerestek, azzal szembesültem, hogy hiába mondok neki egy komplett edzésprogramot, nem fogja tudni se megjegyezni, se végigcsinálni, hanem egy darab gyakorlatot, ha mondok neki, akkor azt megtanulja, és akkor azt tudja csinálni. Aztán a következő héten, vagy 2 hét múlva, amikor odaérkezünk vele, akkor utána jöhet a következő, és így szépen lépésről lépésre haladva saját ütemében képes lesz ezt a problémát otthon, saját környezetében rendezni, abba az idő tartalomba, amit magára szán. Én ennyit szerettem volna mondani, és visszaadom Viktornak a szót. Köszönöm. Ha bárkinek kérdés van, akkor igazából akár itt, akár a Facebookon azt örömmel fogadjuk. És lényegében csak azt mondanám, mert még egyszer, amivel kezdtem itt a bemutatkozást, hogy a tőkeportálon keresztül most már fel lehet iratkozni a hamarosan induló kampányunkhoz, ez a tőkeportál.hu/pocak oldalon érhető el, és bízunk benne, hogy sikerrel járunk együtt. Köszönöm a figyelmeteket!
Szuper, köszönjük szépen. Esetleg van-e kérdés? Nekem lenne, hogy miből lesz az alkalmazás fejlesztőknek pénze, tehát az üzleti modellben milyen bevételekkel számoltok? Akkor mindjárt, Éri, meg tudnád osztani a képernyődet? Egy pillanat. Mert pont az a dia volt nálad, ami segíti. Tehát, hogy láthatjátok, itt egy 8 gyakorlatból álló gyakorlatsor. Az első gyakorlatot lehet, tudja bárki ingyen megtekinteni, és azt végigcsinálni, és a teljes gyakorlatsorért kell egyrészt egy összegű megvásárolnia, illetve az alkalmazáson belül további értékművelet szolgáltatásokat tervezünk, például lehetőséget konzultációra egy szakértővel, ami jó esetben akár évi is lehet, de vannak más gyógytornászok, akiket ismerünk, akik igazából várják, hogy ebben megjelenhessenek. Értem, és egyébként a több egyszerre szülőnöknek ugyanezt ajánljátok, hogy ez mindig testre szabható, tehát hogy fog ez működni a gyakorlatban családanyáknál? Más gyakorlatot kap az esetleg, aki már több egyszerre szült, vagy az lesz az ajánlott, hogy egész a tervezett szülési időtartamban, egy életszakaszban mindig legyen nála majd a pocak, és minden alkalommal kezdje előről ugyanazt? Gyakorlatilag, hogyha valaki többször szül, akkor ez a probléma ugyanúgy elő fog jönni. Tehát amit az elején mondtam, hogy gyakorlatilag amikor szétnyílik a hasizom, ugye megnyúlik az az inaslemez. Hogyha én ezt megtornáztatom és megerősítem a hasfalat, akkor az izmok záródni fognak, de az az inaslemez ugyanúgy megnyúlt állapotában fog maradni. Tehát, hogyha jön egy következő terhesség, és elkezdenek nyúlni megint az izmok, akkor az az inaslemez ugyanúgy szét fog nyílni, tehát az ugyanúgy laza marad, viszont az izmokat ugyanezzel a módszerrel fogom tudni utána visszarendezni. Úgyhogy igen, a kérdésedre választóva minden anyukának és akárhány szülés után, ha akár az első után is kijött ez a probléma, akkor az összes többi terhessége után is ugyanezt a gyakorlatsort javaslom.